Decemberben Ózdi állomásához érkezett a Szociális Népszavazás 2008 országjárása. Az esemény a megújult Ózdi olvasóban került megrendezésre, ahol 15-20 hangonyi lakos is képviseltette magát, élükön a polgármester úrral és több képviselő testületi taggal. Tarlós Istvánt lakossági fórumra várták a helybeliek. Rizs Gábor, az Ózdi önkormányzat képviselő testület tagja bevezetőjében elmondta, az utolsó termelő beruházása a városba több évvel ezelőtt érkezett. Percnél Gálildikó országgyűlési képviselő megerősítette, Ózdon és környékén nincs munkahely, nincs lét és közbiztonság, nincs jövő. A kohászat egykor megélhetést biztosított az itt élőknek, de ma már vannak olyan települések, ahol 80-90 százalékos a munkanélküliség. Percné Gál Ildikó elérendő, kikövetelendő célként fogalmazta meg, ami jár Budapestnek és Nyugat-Magyarországnak, az jár Észak-Magyarországnak is. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy nem elég a csodát várni, a konkurens térségben nem csupán a beáramló tőke nagyobb, hanem a választói aktivitás is. Fóna János, egykori közlekedési miniszter, mint elmondta, majdnem 40 évig élt Ózdon. Utalta arra, hogy látszólagos fejlődés ellenére a 80-as évek már a vergődés évei voltak az ózdiak számára. Fónagy János szerint ma két világ él egymást mellett Magyarországon. Az egyik nagyobb, társadalmi csoport itt él, itt neveli gyermekeit, a másik viszont Magyarországot csak mint befektetési terepet szemléli. Márpedig a versenyképesség nem lehet egyetlen fokmérője egy ország életének. Egy emberi világban az állam köteles gondoskodni azokról is, akik nem tudnak, nem lehetnek versenyképesek. Tajlós István beszédében kiemelte, személyes kérése volt, hogy eljöjjessen Ózra, mert a város szép múltal és nehéz jelennel rendelkezik.